Halló, ön a nyugdíjas és tehetséges otthont hívta. Most hol vagy? Templomban, kérlek. Mi van? Komolyan mondod? Helyet keresünk az esküvőhöz. Templomban készülsz férjhez menni? Meglep, hogy nem lobbantál lángra, ahogy átlépted a küszöböt. Évre és Arthurra. Ó, köszönöm. Szerintem menjünk el Olaszországba. Olaszországba? Ó, ez lehetne Viv leánybúcsúja. Leánybúcsú? Mit művelünk? Szerintem romantikus. De közben agyrém. Idén. Mambo, Italiano, mambo. Roma nagyszerű sétálós város. Belle donne! Le viti più vecchie, danno l'uva più dolce. Mit mondott Tef? Minél öregebb a tőke, annál édesebb a gyümölcs. Még hozzuk a formát. Örülök, hogy most csatlakoztak hozzánk. És az nem lesz probléma, hogy felbukkan négy váratlan nő? Ez Olaszország. Mindig van hely váratlan, gyönyörű nőknek. Gianni! Mi az a Gianni? Mit keresel te itt? Ez szakácsiskolám. Wow! Kezdésnek is étvágygerésztő. Szerintem bizonyos vágyak már fel vannak gerjedve. Teljesen mesés. Ez túl mennyasszonyos. Nem elég mennyasszonyos. Pompás. Most jöjjön valaki más. Enyhén botrányos. Ne mozduljon! Mit művel itt? Engem művel. 50 éve a legjobb barátnők vagyunk. És te beleszel? Férjezd be! A szólószámom így. Végre van a hára. Le fog zárulni. Nálad bátrabb embert nem ismerek. Már csak az a kérdés, hogy hogy fogjuk ezt is elszúrni. Alig várom, hogy megtudjam. Kezdődik a legvadabb fejezetük. Még túl korai arról beszélni, hogy kit teszünk meg először? Szerintem mind tudjuk, hogy kit. Hé! Egy 70-es nő, hogy csöppen bele abba, hogy férjhez megy? Úgy, hogy a kezébe veszi a saját sorsát. Könyvklub, a következő fejezet. Ez egy leánybúcsú. Tudod, hogy ez mit jelent? Pucérpasikat fogunk nézegetni. Itt mi a protokoll? Hová kell dugni az $1-osokat? Hamarosan a mozikban.